November 8-án az Emlékezés estje címmel rendeztek szerzői estet Hajdú András zeneszerző műveiből. Az Izraelben élő művész a zene erejével a zsidó történelmet jeleníti meg, így zenéje fontos szerepet játszik a zsidóság megértésében. Magával ragadó előadása és zenei illusztrációi alapján talán többet értünk meg a zsidóság történelméből, mint a történelemkönyvekből. Kodály Zoltán egykori tanítványa már 17 éves korában számos szerzeménnyel büszkélkedhetett, köztük a Gödöllői Esten is előadott Radnóti Miklós vers az erőltetett menet megzenésített változatával. A könnyedebb szerzeményekből sem volt hiány, hiszen a gyermekkórusok számára írt játékos darabok mellett vidám, rövid zongora darabokat is hallhatott a közönség a zeneiskolások előadásában. Én Kodály növendék voltam, és ezen nevelkedtem, és itt kezdtem magyarul írni. Aztán van kb. 60 év, ahol nem írtam magyar dolgokat, mégis nem nagyon. És most körülbelül, és 2 évvel ezelőtt visszajött a magyar. Miközben egy olyan erővel, hogy nem lehetett ellenállni. Most nem csak zenében, hanem szövegekben, és tanulmányokban, meg versekben. Úgyhogy ezt az egészet, a lényeg az nem is az, hogy verseket ír, vagy szövegeket ír, hogy felfedezem a magyar nyelvnek a ritmusát, a speciális hangvilágát, és abból induljak ki. Ennek a része ez a zene is. Ezt a részét, mert nem úgy hívják, hogy magyar nyelv alkímia, hanem síppal, dobbal,
Nádi Hegedűből, ez a címe a sorozatnak. Ez 4 volt 26 között, ezek a 4 legkönnyebbek. Most ezt én most hallom először. A különös abban, hogy Izraelben ezt nem nagyon tudom hallani, mert nem, és Magyarországon még ezt nem ismerik, hogy remélem, hogy ez egyszer ide eljön. Az est a holokauszt emlékév részeként valósult meg. A gödöllői Frédéric Chopin zenei AMI hangversenyterméből nagyon nagy szeretettel köszöntöm valamennyi kedves érdeklődőket, akik hallgatják, követik a mai hangversenyünket. Varta Katalin vagyok. A ma közreműködő zongoristák és kollégáim nevében nagy-nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, és kívánok nagyon emlékezetes, érdekes, színvonalas estét. Engedjék meg, hogy a program elején nyugalmazott igazgatónőnk Ferenczi Anna szavait idézem, aki 2016-ban a Parlandó folyóiratban egy nekrológban a következőképpen foglalta össze Hajdú Andrással való ismerettségét. Hajdú András 1996 és 2016 között az több mint 20 évben több alkalommal tartott kurzust a gödöllői Frédéric Chopin zeneiskolában. Hatalmas tudása, embersége, magával ragadó improvizálása, fáradtságot nem ismerő lendületre, életre szóló élményekkel ajándékozta meg a zongora tanszak tanárait és a tanítványokat, akiket tanított. Ünnep volt számunkra a megjelenése, a természetessége, ahogyan átadta a lényéből és a zene mélységeiből feltörő igaz értékeket. A zongoratanszakunk a ma esti programot Hajdú András emlékkoncertként szervezte, és az ő műsorából, programjaiból, darabjaiból hallhatnak a ma itt lévők. Minden műsorszámnál én úgy gondolom, meglepetések érnek majd bennünket, úgyhogy készüljünk föl, legyünk nagyon érdeklődőek és nagyon aktívak. Elsőként Mészáros Péter 6. B-osztályos tanulom lép majd a pódiumra. Egy Milky Way tejút sorozatból játszik egy olyan darabot, amelyet egyébként a monódiától a harmódiáig kötetből választottunk, tehát az egyszólamúságtól a több szólamúság felé halad a zeneszerző ebben a kötetében. A darabnak a címe Blues stílusban megszólaló harmóniák. Péter mostanában találkozott először ezzel a zenei világgal. Először tanulta Debussy a Kisnéget című művét, és emellé választottuk a Hajdú András darabot. A sorrendje először a Hajdú mű lesz, ezt követi Debussy a Kisnéget darabja. Thank you.
Ács szerint a zene, a zenélés nem csak szórakozás. Ennél sokkal több, mélyebb és fontosabb. A zene erejével mutatja és varázsolja elénk a világot. Hajdú zenéjén keresztül nem győzünk tanulni, tanulni. Mánya Virág, 4. B-osztályos zongorista műsorát hallhatjuk, tanára Albert Néjó Emese. Műsorán a Milky Way Tejút második kötetéből választottak egy darabot, amelyben ritmusok, ritmikai ötletek várnak a zongoristákra. How to divide 5-8-an, most 5-8 mondhatnám angolul, hogyan osztanád az 5-8-adot? A jelenlévő közelműködők feladata lesz mindaddig, amíg ezt játssza majd nekünk mit Virág. Ez lesz a Hajdú darab, amit először hallunk, ezt követően pedig egy szonatina második tétele, Player D-dur hangnemű szonatinájának második tételét szólaltatja meg. Parancsolj! Sok meglepetést tartogatott.
következő műsorszám elé szeretném elmondani, hogy hogyan alakult a kapcsolatunk és találkozásunk Hajdú Andrással. Ehhez emlegetnem kell zongoraművész kolléganőmet, Lán Gabriellát. A 90-es évek elején Ábrahám Marian zongoraművésznőtől kérdezett valami 20. századi modern kortárs zenei anyagot, és ő irányította a Zeneakadémiai Könyvtárba, ahol ráakadt Hajdú András Milky Way Tejút című sorozatára 4 kötetére. Elkezdte tanítani, abban az időben a tanárképzős diákokkal foglalkozott, és együtt nagy-nagy izgalommal vették át ezt a 4 kötetet. És annyira fellelkesedett a kolléganőnk, hogy úgy érezte, hogy nem tud benne megmaradni ez az élmény, amit kapott a műveken keresztül, és szeretné a zeneszerzőt utára adni. Azt se tudta, hogy hol keresse. Visszalapozott a kotta elejére, és ott talált adatokat, hogy mikor született, és hogy most dolgozik a mester Tel Avivban, a Zeneakadémián. Hát, tollat ragadott, elküldte a levelét, és csodálatos módon, nem sokkal ezután egy nagyon kedves, személyes hangú választ kapott Hajdú Andrástól, és azt írta Hajdú András, hogy hamarosan készül Magyarországra, és szívesen tanítaná a műveit a Gödöllői Zeneiskolában, ha erre úgy gondolja Lán Gabriella, hogy van érdeklődés. Hát, honorárium minden támogatás nélkül felajánlotta ezt a találkozót, és el kell mondanunk, mi ennek nagyon örültünk, és 1996-ban így érkezett hozzánk első alkalommal. A történetet majd fogom még folytatni. Most viszont meghallgatjuk Lán Gabriella tanárnő Szabó Anna második évfolyamos zongoristájának műsorát. A Hajdú András kötetből Floating Melody Over Walking Bass című művet választottak, azaz sétál a basszus, és fölötte folyondárosan szólal majd a melódia. Ezt követően a második Hajdú darabnak az a címe, hogy Topkárta. Legnépszerűbb zeneszerzője Budapesten született. Hajdú Andrásnak hívják. 1932-ben volt ez a születés, és aztán a háborús időben a budapesti gettóban élt a vészkorszakban.
A világháborút követően folytatta tanulmányait, és a Zeneakadémián Kurtág György, Ligeti György társaságában zeneszerzést tanult Szervászki Endrénél, Szabó Ferencnél, Kodály Zoltánnál pedig a népzenetudománnyal ismerkedett. Zongora tanulmányait Szegedi Ernő professzornál végezte. Kodály Zoltán javaslatára és útmutatásai alapján gyűjtött népzenét, nem is akármilyet, tanulmányozta az énekes folkról cigányzenét. Annyira hatott rá, hogy később ez identitásának, zsidó identitásának megtalálásában is nagyon-nagyon fontos szerepet játszik. 1955-ben Varsóban világifjúsági találkozót rendeztek, és itt zeneszerző versenyen a cigány kantátája első helyezést ért el. Egy évvel később, a forradalom után viszont elhagyja Magyarországot, Párizsba telepedik meg 56-ban, és a helyét párizsi konzervatoárban folytatja tanulmányait. Ilyen mestereknél zeneszerzést tanul Darius Milhaud-nál, és nem másnál tanulja a zenefilozófiát, mint Olivier Messiaen. Most egy imadal következik, 1978-ban alkotott Hajdú András két imadalt, ebből halljuk az egyiket, Nagy Máté második osztályos zongorista tanítványa megoldásában. Ezt követően egy Bartók dallamot játszik, játékdal, Cickom, Cickom, mindjárt énekelhetjük magunknak. Thank you.
Az a Milky Way sorozat, amelyik annyira megragadta Lán Gabriellát és a tanítványokat, a főiskolai leendő zongoratanárokat, négy kötetben a következő címeket kapta. Gyermek és a pendula, azaz az óra, hogy hogyan zajlik le egy nap, követhetjük végig a zene segítségével. A második kötetben ritmikai modellekkel találkozhatunk, nagyon különleges, hogy soha együtt, offbeat, egy nagyon, nagyon sokféle ritmikai elemet hallhatunk. A harmadik kötet a Monódiától a Harmóniáig címet viseli, ebben nagyon különleges, például Fakopács címet kapta az egyik dal, aztán nagyon szeretjük a sipos és a dobos bemutatását. A negyedik kötetben pedig zenei stílusokban kalandozhatunk, bitonális zenében, tangó kánonokban, és nagyon sok izgalmas zenét hallhatunk, de már találkoztam egy ötödik kötettel is, ami talán nem annyira a kedvencünk, de szükséges volt tudjuk, amelyikben a skála irodalmat mutatja meg a mester. Az első kötetből egy első osztályos zongorista játszik nekünk, Kis Lórántot szólítom, Lán Gabriella tanárnővel azt a művet választották, az első kötetből, hogy az Inga. Hanem Izraelben nagyon mélységesen a klezmer és a zsidó haszid zenét is. Most következő zenedarab, amit hallhatunk, két haszid muzsikából 1982-ben született műből lesz az egyik, egy andantino feliratú zenedarab, amely Nagy Alice második B-osztályos tanítványunk szólaltat meg, és a hajdú darabot követően egy nagyon kedvenc labdajáték Golubjev szerzeménye. Thank you.
kommentálja egyik tanítványának véleményét, emlékeit és benyomását Hajdú András zenéjéről és egyáltalán a lényéről. Most csak egyet emelek ki, amit így fogalmazott, hogy a gyermeki lelkét végig megőrizte. Ez volt a benyomása. 70 éves, amikor egy olyan zongoradarab sorozatot komponál, 12, a kötet elejére ezt írja, hogy third hand, a harmadik kéz. Tudjuk jól zongoristák, hogy néha szeretnénk az egész zongorabirodalmat egyszerre megszólaltatni, és kevés ez a rendelkezésünkre álló kéz, néha még emlegetem, hogy talán ami lent van, újabb azokat is lehetnének munkába állítani, amikor fölül elfogy egy új rend. De ezt segíti nekünk Hajdú András, aki a 12 darabban mindenféle kézkeresztedős trükköket igénylő zenedarabot komponált. No, ennek lehetünk most tanulni, ugyanis Nyikos András, 8. B évfolyamos diákunk következik, Telek Zsuzsa tanárnővel a következő műsort választották a mai programra. Először hallhatunk egy Mendelssohn darabot, amelynek címe Dal szöveg nélkül. Ezt követően pedig a harmadik kéz című sorozatból az a darab csendül fel, hogy ünnep. Tényleg ünnepen vagyunk. Gyere! Thank you.
látogatást Barabás Eszter tanítványunknak. Gyermek ilyen ártatlan, mégis érett érzelmekkel teli, fogalmazott Hajdó Andrásról. Összesítette az etüdökhöz szükséges technikai tudást és a romantikus darabok mélységét, magasságát. Következő gondolat, hogy az egyik legkreatívabb ember, akinek a zeneszerzésen kívül a költözést is kellett az önmegvalósításhoz, de a személyiségében a legmeghatározóbb, hogy bár az évek folyamán a teste öregedett, belül végsőkig lelke ifjú maradt. Az egyik kötet ilyen címet kapott, Art of Piano Playing, a zongora játék művészete. Ezt a művet kolléganőnk Lang Gabriella lemezre játszotta Hajdó András kérésére. A mai koncerten ebből a sorozatból a második évfolyamos Olenyik Lázár Dáviddal választottunk három különböző hangulatú muzsikát. Az első címe Magasság és Mélység. Ezt követi egy határozott kalapácsos, és a befejezésül egy melódiát hallhatunk. 1, 2, 3. Ezek azok az ujjak, amelyek munkába állnak. Van egy olyan darab, amit csupa első ujjal kell játszani, van amelyiket csupa másodikkal, van amelyiket csupa harmadikkal. És van olyan zenedarab, a melódia, amit csupa feketén fog megszólalni. Gyere!
rendező játékossága játékos kedvet kíván a zongoristáktól, a diákoktól is. És a kreativitás mert kizárni, hogy megközelítsünk egy-egy zenetagot. A fantáziánkat nagyon szányra kapva kell használnunk, hogy megfejtsük a titkait. Én úgy gondolom, hogy oda a Vindek Ábel második B-osztályos zongoristának is megindult a fantáziája, amikor Puer Jüri tanárnő kiválasztotta számára a Milky Way kötetből az Éjszaka teremtményei című zenedarabot. Hát most verbálisan nem tudjuk elmesélni, hogy mit gondolták közben, de meghallgatjuk. Gyere! És 1998-ban már a Jeruzsálemi Rádióban játszotta Hajdú András műveit, sőt egy személyes beszélgetésre is meghívták a rádióhoz. Ezt követően pedig 2008-ban kérte fel Hajdú András arra, hogy a Zongorajáték művészete című sorozatot játszakon lemezre. Nagyon örülünk, hogy ezek meghallgathatók, elérhetők. A műsorunk folytatásaként Vas Laris László, második osztályos zongoristán következik, Lán Gabriella tanárnővel a Floating Rooms and Ports című Hajdú darabot választották. Thank you.
Szegvári Gábor Tibor következik. Kuhermit tanárnő diákja elsőként Sibelius muzsikát játszik, címe Elégia. Ezt követően a Milky Way sorozatból választotta két hangulatos darabot, az egyik címe Induló, ezt követően elhangzik Romános. Segítette, úgy is, hogy együtt játszott a gyerekekkel.
Most következik egy fiatal zeneiskolai zongoristánk, Várai Domonkos, második B-osztályos tanulónk, aki nem játszhatott és nem játszhat már a mesterrel, de én most arra gondolok, hogy de jó lenne hallanom, hogy hogyan játszanak ők ketten együtt. Hiszen ez a kisfiú, megtetszenek mindjárt hallani, nem csak a klasszikusokat játsza, hanem improvizál is, és fantasztikus műveket hallottunk tőle, nem véletlenül nyert meg egy országos versenyt az előző évben. Most a klasszikus műsorából következzen két darab, Burgmüller tündérek és Bartók csörgőtánc. Tanára Telek Zsuzsa. Hallhatunk.
lírai darabot szólaltak meg Széchenyi Nagy Rudolf tanára, szintén Szkoldi Viszné dr. Citrusz Ilona. Mészáros Bendegúz Soma második osztályos zongorista az imént említett első tanulmány című hajdúdarabot mutatja be.
Hajdú András életútjáról még szólnék néhányan, néhány mondatot. Zeneszerzés mellett pedagógus munkássága Izraelben történt, zongorát és zeneszerzést is tanított. 1967-től a Tel Avivi Zene Akadémián oktatott, közel 25 éven keresztül, és 1970-től még a Bar-Ilani Egyetemen is. Itt a zenetudományi tanszék vezetője lett, majd pedig megalapította ugyanezen az egyetemen a zeneszerzés tanszéket. Az egykori tanítványai ma vezető szerepet játszanak az izraeli zenei életben. Az egyetem oktatói feladata mellett viszont még középiskolában is a különleges, tehetséges gyerekekkel is foglalkozott. Itt alapított egy kis zenekart, amelyel Jeruzsálemben, fesztiválokon és különböző helyszíneken nagy sikerrel közreműködtek. A programomban Kuti Donátot szólíthatom, 6. B-osztályos diákunk Telek Zsuzsa tanárnő osztályából. Chopin Cis-moll keringő az első műsora, amit eljátszik nekünk, majd pedig abból a titokzatos harmadik kéz sorozatból választottak egy olyan játékot, amelyik elég harcos, fighting game. Thank you.
Izraelben Hajdú András évtizedekig nem nagyon szólalt meg magyarul, legalábbis munkásságában. És fantasztikus készséget érzett a 10-es években, 2010-es években, hogy újra magyar szövegre komponáljon kórusműveket, amit hallottunk is az elején, a program elején a film közvetítésben. És ezen kívül nagyon gazdag verse irodalmat komponált. Egy picike kis haikút olvasok, egy pársorost. Pityergő gyermek a címe. Könnyei csulognak, orra szipog, szeme vörös, haja bozontos, füle eláll, zárójel, így nézhettem ki én is valamikor. Most következik éjfél utazó óra, nem most, kedves nézőink, kedves jelenlévők, még három műsorszám erejéig kérem, hogy tartsanak ki. Éjfél üt vár, Molcsán Farkas Norbert, harmadik B-osztályú zongorista, Huerüli tanítványa, választotta ezt a darabot a Milky Way-ből. Nagyon nagy családban élt Hajdú András, 6 fia született, akikkel nagyon különleges kapcsolatot ápolt. És erről a különleges kapcsolatról 81 éves korában, 2013-ban egy filmet láthattunk, André Hajdú különös élete címmel. Itt mondanám el, hogy rövid uval iratik a neve, többnyire hosszú uval szokás látni, pedig úgy emlékszem, hogy ő rövid uval szerette a nevét látni, nem csak azért az idegen fordítás miatt, magyarul is. Láthattuk Budapesten
a Uránia moziban ezt a filmet. Fantasztikus élmény, mindenkinek ajánlom, elérhető azt hiszem az interneten. Utolsó előtti műsorszámként Telek Zsuzsa tanárnő 8. B-osztályos tanítványa Ferenc Emese következik. Chopin cis-moll nocturne-jét esti dalát hallhatjuk. Ezt követően pedig a harmadik kész kötetből népiesen darabot szólaltatja meg Hajdú muzsikáját. Thank you.
kolléganőm úgy fogalmazott, hogy számtalan helyzetben látta megnyilvánulni Hajdú András, és úgy tapasztalta, hogy mindig Isten dicsőségével, Isten oltalmával teszi, legjobb tudásával, a teljes emberségével a földi dolgait. Egy korán előjáték verses formáját utatnak, vagy olvasnám el. Szavak ezek csak. Gőg, kín, szorongás, bűn, csőd, önmarcangolás, kérlelhetetlen, véget nem érő sennyvedés, harag, konokharag. Vigyázz, ne félj, van benned figyelem, megértés, türelem. Ez elég is. És valami más is. Egy felemelő, lelkesítő, segítő, repítő erő. Feletted, alattad, körülötted, benned van egy derengő, áttört, rejtett, szelíd fény. Így legyen. Hangversenyünk végén elhangzik a zongorajáték művészetéből két tétel, az egyik az appoggiatúrák, díszítések, majd pedig chord breaking in all direction, harmónia bontások minden irányban. Ez egy kicsit nekem Kodály műveiben megszólaló harmóniákat juttatja eszembe. És befejezésül szimbolikusan egy olyan darab, Liszt tollából elfelejtett keringő. Mi nem fogunk felejteni. Szilágyi Levente, 8. B-osztályos tanítványom játszik.
másfél órát együtt tölthettük. Én úgy gondolom, hogy nagyon gazdag zenei élménynek lehetünk tanulni. Külön nagy szeretettel köszöntöm a jelenlévő muzsikusokat, és megköszönöm nekik mindazt az elmélyült munkát, amit hallhattunk a mai előadásokban, és természetesen a kollégáknak, akik felvállalták, és ahogy elmondtam, támogatják ezt a életművet és ezt a tervet. Szép estét kívánok mindenkinek! Köszönöm.